térségnek egyre inkább húzó erejévé válik ismét a szőlészet és a borászat. Ez az egyik profilja a Sátoraljóújhelyi Georgikon görögkatolikus mezőgazdasági és élelmiszeripari technikum szakképzőiskola és kollégiumnak, mely végzős diákjait fogadták ünnepélyes keretek között Sátoraljóújhely város vezetői. Az egykori vármegyeháza dísztermében a polgármester és az alpolgármester biztató szavakkal és egy emlékkönyvvel búcsúzott el a 2022-23-as tanév végén elballagó fiataloktól. Dankó Dénes alpolgármester pohárköszöntőjében kiemelte, hogy egy életszakasz zárul le most a fiatalok számára. A családom belül is megünneplik az emberek a ballagást, a életszakasz ezen lezárását, így a város is megteszi ezt egy kicsit sajátos módon, mégpedig úgy, hogy behívjuk a diákokat ide a Városház dísztermébe, de hát azért ennek egy több évtizedes hagyománya is van, hiszen nagyon kevés olyan település van tudomásunk szerint az országban, ahol van úgynevezett központi ballagás, ahol az összes középiskola minden végzős diáka egy rövid időre összegyűlik és elbúcsúzik a várostól. Ezt viszonozza úgymond a mindenkori önkormányzat azzal, hogy ilyen apró kedvességgel és egy kis beszélgetéssel elbúcsúzunk a diákoktól. Sok sikert, minden jót kívánunk nekik az előttük álló kívásokhoz, és abban bízunk, és ezt el is mondjuk nekik, hogy visszatérnek a tanulmányok befejeztével ide Sátoraljóújhelyre, hiszen ennek a városnak, ennek a térségnek nagyon nagy szüksége van a helyi gyökerekkel bíró tehetséges fiatalokra. Az iskola igazgató helyettese kiemelte, öröm, hogy a járványos évek után végre újra visszatér ez a hagyomány. Van is olyan osztályunk, aki egyébként akkor ballagott volna, most leérettségiztek, és most került sor a ballagásukra, és most jöttek el a polgármesteri köszöntőre. Említettem itt az előbbi szavaimban is, hogy a mi végzőseink nagy része bejáró vagy kollégista, és kevés Sátoraljóújhelyi tanulónk van. Nagyon fontosnak tartom, hogy az iskola várossal a kötődés megmaradjon. Ennek része, hogy látják ezt a csodálatos dísztermet, részt vesznek a polgármester köszöntésében, és ezt a kis emlékkönyvet elrakhatják maguknak emlékül, és visszatekinthetnek majd Sátoraljóújhelyre, illetve a Georgikonra. Úgy gondolom, hogy az a fiataloknak egy nagyon fontos állomása az érettségi, és ez a hely és a jelenlévő személyek is emelik ennek a jelentőségét, ennek az eseménynek. Úgy gondolom, hogy mindenképpen fontos az, hogy a város is figyelembe vegye azt, hogy ugye fontosak a fiatalok a város és a környékbeli emberek számára. A diákokat jó érzéssel töltötte el, hogy ilyen formában is gondol rájuk az önkormányzat. Számomra egy emlék marad az, hogy én ide járhattam iskolába, egyáltalán a környékre járhattam. Én nagyon szerettem ebbe az iskolába járni, meg ugye én még fogok is egy évig a technikumra, és számomra ez egy emlék ez a könyv, és tök jó, hogy az ide elhívtak minket, itt egy kicsit együtt lehettünk. Nem Sátoraljóújhelyi vagyok, de a terveim további részében tanulmányt egyelőre még nem szeretnék folytatni, de még bármi jöhet. Szeretnék elhelyezkedni esetleg itt Sátoraljóújhelyben, vagy a környéken egy munkahelyen, ami megfelelő lehet számomra. Az iskola most ballagó diákjai előtt három út áll. Vannak, akik felsőoktatási intézményben folytatják tanulmányaikat, vannak, akik a munkavilágában szeretnének boldogulni, és vannak, akik tovább maradnak technikumi tanulmányaikat befejezni az intézményben.